Egy olyan témával készültem ma, ami nyilván le fogom most rövidíteni, és majd valamikor elmondom. Egy pár alkalommal ezelőtt beszéltem arról, hogy hogy a János 3.16-ban pontosan ugyanezeket a gondolatokat is viszi elénk, és hozzáénk az Isten, hogy mennyire szerető bennünket. Hogy úgy szerette Isten a világot. Ez egy gyakorlati szeretet volt. Tamás is beszélt ki. Egy héttel ezelőtt. És legutóbb az Isten írgalmáról és jóságáról beszéltem. Most pedig egy olyan témában szeretnék belefogni, valószínű, ami azt mondja, hogy, hogy és azt a címet adtam, és az némi magyarázatra szól, hogy szegregált világ, vagy szegregált emberiség, és a Isten, aki esélyt ad. Az egész emberiség története az arról szól, hogy hogyan nyomja el az egyik ember a másikat. Nemzet a nemzetet, egyik etnikum a másik etnikumot. És gyakorlatilag, ha végignézzük ezt az évet, ez a teremtéstől fogva így van. A teremtéstől fogva, és pedig nem így teremtett meg bennünket Isten. Amikor azt mondta Isten, hogy, hogy uralkodj mindenen, gyakorlatilag, leegyszerűsítve most, nem sorolva végig, egy dolgot nem mondott, hogy uralkodj az embertársadon. És mi mégis abban leltük, és lelik az emberek az örömüket, amikor de csak sokszor két ember, ha van együtt, hogyha uralkodhat a másikon. Hogyha ha, ha kifejezheti ezt a fajta ö, hozzáállást, ö, ö, és hát erről szól a történelem, erről szól az emberiség történelme. A szegregáció az ugye azt jelenti, hogy, hogy megkülönböztetés, hogy, 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 hogy elkülönítés, hogy egy külön, külön módon gondolkozok róla, stb. Az emberiség története az mindig erről szólt, és mindig erről ezt látjuk. Az élet minden területén. Ez van a, ugye. És aztán jönnek a mozgalmak, és jönnek a demokratikus államok, amelyek azt mondják, hogy ez, ez, ez nem jó. Ennek ne, ez nem történhet így. És akkor elkezdszik a férfi és a nem, női nem között, tehát nemi területen, aztán vallási területen, aztán, aztán mindenféle fai és vallási és, és emberi és mindenféle ilyen megkülönböztetést eltörölni. Legalábbis háttérbe szorulni. Sose sikerült eltörölni. És uh, egy nemzetnek az erejét nem az mutatja meg, hogy milyen erős a hadserege. Egy nemzet erejét az mutatja meg, hogy hogyan emeli föl az elesetteket, a fogyatékkal élőket, a kicsiket, a gyengéket, hogyan zárkoztatja föl. És tulajdonképpen ez a tendencia, ez egy igenis isteni, nagyon is isteni tendencia, és uh, és minden ország, amelyik ezt nem teszi, vagy nem így teszi, az akármit állít magáról, ő egy, nem egy erős nemzet. Mert a mi erőnk és a mi erősségünk abban van, hogy hogyan segítünk azokon, akik rászorultak. Nagyon röviden szeretnék egy, én is egy, egy bizonyságot elmondani nektek, mert nagyon szorosan illeszkedik az üzenetemhez. Egy pár héttel ezelőtt voltunk vidéken, egy, ott szolgáltunk többen is, és ott volt egy család, van egy család, akik hívő család, egy nagyon-nagyon végtelenül kedves család, három gyermekkel, és az egyik gyermek a háromból egy rendkívül súlyosan dankóros, de nem csak dankóros, hanem mellette le van bénulva, teljesen izom, szal egy gyakorlatilag egy olyan, olyan szobába él, amit nyugodtan egy intenzív osztályi szobának lehetne tekinteni. És lélegeztetőgép, meg a, még a váladékot is nem bírja lenyelni, ezért le kell szívni, hogy ne kerüljön a tüdejében. Tehát ez egy teljesen maga tehetetlen, hat és fél éves kisfiú. És amikor oda, oda, mentünk, és megláttam ezt a kisfiút, akkor úgy, akkor úgy nagyon megdöbbentette ez. És azért döbbentett meg, mert a családnak az atmoszféráján nem lehetett érezni azt, hogy ők me mekkora nehézséggel küzdenek. És ez csak azt tudja, aki csinálja. Én se tudom, hála Istennek, hogy nem kerültem ilyen helyzetbe. Ők erősebbek, mint én. És, és akkor beszélgettem a papával is, a mamával is, és, és elmesélték ezt a történetet, de nem ez az igazi történet, hanem az igazi történetet nagyon szeretném ha a közeljövőben ők maguk, vagy az ő maga, az édesapa mesélni el. Elképesztő, hogy az Isten hogy munkálkodik, és hogy hogy végzi az ő munkáját az emberek életében. És milyen csodák, hétköznapi csodák vannak, amelyek, amelyeket fel se tudunk fogni, de kell, hogy halljuk, hogy együttérzők ki, hogy, hogy, hogy megértsük belőle, azt a fajta Isteni szeretetet, amiről a, a Peti is beszélt, Laci is beszélt, tehát amiről beszélünk, hogy az Isten mennyire jó. Na és a sztori az, az volt, hogy az, az édesanyja még terhesen fölébredt éjszaka, felriadt az álmába, és hallotta, hogy hogy ezt a, a, a gyereket Bálintnak nevezt. Na most roma családról van szó, és hát igen, földön nem volt Bálint. Tehát ugyanúgy, mint a keresztelő János, hogy János legyen, hanem micsoda, hát nincs senki János, a környéken sincs János, nevezd a nevét Bálintnak. És azt mondja, nem is tudta, és úgy annyira erős volt benne ez a dolog, hogy azt mondta, hogy jó, akkor Bálint lesz a neve, és a Bálint az erőt és egészségest jelent. Erőst és egészségest. Na és amikor megszületett ez a kisfi, akkor ilyennek született meg, és nagyon-nagyon érdekes ö, ö, történet. És tudjátok, azt mondták az orvosok, hogy fél évet se fog élni ez a gyermek, és ez hat és fél éves. És ö, mondtam nekik is, ne, most is azt mondom nektek is, az én meggyőződésem, hogy az a szeretet, amivel ők szeretik ezt a kis gyermeket, ezt a teljes százszázalék szinte fogyatékos gyermeket, ezt, ez a szeretet tartja. Ez a gyermek már nem élne, ha a szülői, szülei nem tették volna ezt. Azt mondta nekem a férj, hogy hat és fél éve egyetlen egyszer nem sétált a feleségével. Csak úgy kettesben. Elmesélte, hogy, és hát láttuk, ahogy ott voltunk, hogy percenként, 5 percenként, 10 percenként szólt valami síp, amire a mama szaladt a gyerekhez. Mert lehet, hogy mit tudom én, mit kellett vele csinálni. Nyilván nem kérdeztük meg. Amire elmondtam ezt a történetet, és ez a történet még nincs vége, hanem még ott utalok rá, de majd amikor a papa elmondja, az lesz az igazi. De gondoljátok most végig, és ez az üzenetemhez kötődik, hogy mi lenne ezzel a kisfiúval, ha nem szeretnék az ő mi lenne ezzel a kisfiúval, hogyha egy elfekvőbe tették volna, vagy olyan intézménybe, ameddig ideig óráig foglalkozott volna velem. De még egy fontosabb kérdés van. Mi lenne ezzel a kisfiúval, ha annyi szeretetet és törődést kapna csak, mint amennyi az egészséges testvéreinek megjut, jut, jár. akkor ő már nem élne. Minden bizonyal. Halott lenne. És hogyha most megnézzük ezt a történetet, és tartsátok a gondolatotokba, akkor most szeretném ezt kivetíteni, ahogy hallottuk, az Istenre. Képzeljük el, hogy milyen lenne a világ, ha Isten csak az erőseket, csak a a jó hírűeket. Ha Isten csak azokat, akik, akik, akik tudják a dolgokat. Akik mindig toppon vannak. Akik, akik, akik nem hátráltak meg soha. Hogy csak azokat szeretné. Hogyha ezek lennének az ő szívecsücskei, Pusomi család története is, megengedte, hogy elmondjam a nevét is, meg fölhívtam és kért, megkértem, hogy elmondhatom a történetet. Az ő történetük pont azt mutatja, hogy milyen a mi Istenünk. Tudjátok, milyen a mi Istenünk? Hogy ha ez a Sanyi, az apuka, meg a, főleg az anyuka, mert szinte az anyuka 24 órába éjjel, nappal, 10 percenként, ha kell, ott van a gyerek mellett. Ha ő ilyen, és ezt megteszi, szeretetből, elkötelezésből, akkor milyen a mi Istenünk, aki rohan feléd? Drágáim, Isten nem azt nézte, hogy a kik a világnak a tehetségesei és a gazdagai, hanem Isten azt nézte, hogy kik a legelesettebbek. És azokhoz jött. Azokból választotta ki a tizenkettőt. Azokra helyezte az üdvösségnek az evangéliumát, hogy vigyék el. És tudd meg, és gondold végig, hogy amikor mi újjá születtünk, és tényleg igaz ránk, hogy most már erősek, most már hívők, most már szentek, most már tökéletesek vagyunk ő benne, de kizárólag ő benne. És kizárólag ő miatta, mert előtte minnyáján dankoros lúzerek voltunk a nyomorúságunkban, és hogyha Isten nem akart volna Bennünket és az egész világot megmenteni, akkor eltörölt volna, akkor hagyott volna elpusztulni bennünket. De 2000 évvel ezelőtt Jézus azt mondta az atyának, hogy atyám, itt vagyok, a könyvtekesben írva van felöm, elmegyek értük. Megmentem őket a nyomorból. Ki fogom hozni, és tudjátok, az evangélium az, amit Jézus tett, az az ő hitének a bizonyítéka és az ő szeretetének a bizonyítéka amikor az evangéliumot olvasod, és ránézel a keresztre, akkor tudod, hogy miben hit Jézus. Mi volt az ő hite? És milyen szeretet mozgatta, hogy ezt a hitet végigcsinálta. Érted és értem. Ennek a családnak könnyebb lenne a sorsa, ha ezt a kisfiút odadnák valahova, és lesz vele, ami lesz, aztán egyszer meghal, eltemetjük. De nem, tartják, és még ráadásul hisznek abba, hogy ő erős és egészséges, és hogy meg fogja gyógyítani az Úr. De akár meddig is, és akárhogy is lesz, ez a kisfiú azért él, mert a szülők szeretete, az tartja őt. A szülők szeretete mindent, mindent, de mindent kárpótol a számára, amit magától nem tud megkapni és megtenni. És akkor, ha ez igaz, akkor mennyivel iga, inkább igaz az Istenre? Az Isten nem szegregál. Az Isten nem mondja azt, hogy te selejt vagy, te nem kell lesz. Az Isten nem mondta az emberre azt, akit a képére és hasonlatosságára teremtett, hogy na jó, volt négyezer év, az ember bebizonyította, hogy semmire, de semmire nem méltó. Főleg nem arra, hogy a legdrágábbat odaadjam érte teremtünk egy másikat. Megtehette volna? Hát hogy ne tehette volna, meg Isten mindent megtehet. De nem. Az Isten fölvállalt bennünket úgy, ahogy voltunk. És azért vállalt fel bennünket, mert ő azt látta, hogy mi véleszünk. Ő azt látta, hogy az ő halála, az ő engesztelő áldozata, az megmenti az emberiséget, meg fogja menteni a világot, meg fog minden embert menteni, mert meg van írva az Isten igényében, hogy minden ember számára üdvösséget hozott ez a kereszt. Azt mondja a az Róma Levél 15. fejezet, ö, haladnom kell nagyon a korral, a Róma 15. 1-3-ig, ha elolvassuk, a következőt mondja itt az Istennek az igéje. És ez nagyon érdekes, igen, Ismert ige is persze, és olvasom. Róma. Róma 15. Tartozunk, mondja Pálapostól, pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnilik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára és épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett. És akkor idézve, tehát idáig. Induljunk ki ebből. Krisztus nem önmagának kedveskedett. Az egész megmentésünk története tének ez az alapja. És ez valóban már a világ fundamentumának a felvettetése előtt volt. Nem önmagának kedvezett. Nem az volt számára a fontos, hogy neki mi a jó, mi a kedvező, hanem az, hogy neked, és az embernek mi a jó és mi a kedvező. Teljesen világosan az Efézusi levélben, a Filippi levélben olvashatjuk azt. És azért kezdem az Isteni oldallal, hogy értsd meg, hogyha a pusom is annyi, és az ő felesége ilyen elképesztő önfeláldozásra teljesen halálba adták minden idejüket, minden, mindent ezért a kisfiúért, még a többi gyerek kárára is akár, mert nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, hanem a betegnek, feláldozták ezt, akkor mit tett az Isten érted? És értem. Gondold végig. Gondold végig, hogy mennyire vagy fontos az Isten számára. Nem tudjuk elgondolni. Egyszerűen felfoghatatlan az, hogy miért tette ezt értünk az Isten. Miért voltunk mi nyomorult, dankoros, szerencsétlen emberek ennyire fontosak neki. Hát sokkal könnyebb lett volna, mintha hogy az összes szegregáció vége a hitleri fasizmus. A, a, a likvidálás, az erőtlennek, a gyengének, a másfajhoz tartozónak, az olyannak, aki nem úgy gondolkozik, mint én. Megöljük őket, elégetjük őket, és a probléma megszűnt. De nem szűnt meg, és gyilkosokká váltunk, és vált az ember. És ember gyilkos volt a... Az, aki az embergyilkos, aki erre föl buzdított bennünket, és, 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 és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez Jézus előtt volt, mert Jézus legyőzte, és ahogy énekeltük is, a fejére taposott, és elvette a fegyvereit. És neki már nincs hatalma. Istennek van hatalma fölötted. Jézus Krisztus győzelme felmérhetetlenül több, és megsemmisítő volt az ellenségre nézve és a, a, sátának nincs ereje és nincs fegyvere, amit csinál és amit elér, az azzal éri el, hogy hazudik, és becsap téged, és elhiteti veled, hogy nem az vagy, akinek az Isten mond téged. És ezt csinálta az Édenbe is, és 6000 éve nem változott a, a stílusa, nem változott a módszere, ugyanolyan átlátható annak, aki tudja, hogy mit tett az Isten érte. És ne mondjátok azt, hogy az ördög ilyen, meg olyan, meg amolyan, mert nem érdekes, hogy ő milyen, ő egy levert, legyőzött ellenség, akinek minden fegyverét Jézus Krisztus elvette, oda szegezte a keresztára, és nincs hatalma fölötted, és nincs hatalma az életed fölött. Ha becsap, és hazudik, és elhiteti velet hogy át nem teljesen úgy van az, persze, mondják a kegyelem, meg Isten jó, meg Isten szeretete, az, az évával is ezt csinálta, hát nem teljesen úgy van, azt tudja az Isten, Há, csak nem akarta megmondani. És ha elhiszed a hazugságot, akkor elkezd megváltozni a gondolatod Istenről. Elkezded nem annak látni magad, akinek az Isten lát téged, akinek Isten teremtett meg téged. Az Isten végtelenül szeret bennünket. És ezt nem tudja jobban bebizonyítani, mint akkor, mint amikor bebizonyította ott a keresztem. Nem fog újra lejönni és újra meghalni, mert nincs rá szükség. Mert egyetlen áldozatával örökre, örökre eltörölte a bűnt, örökre megszentelt bennünket, örökre elkészített az ő számára. Minden embert ráadásul, csak nem mindenki fogadta még ezt el, nem mindenki tudja ezt, azért kell elmondani nekünk úton, útfélen az embereknek. Tehát ha az Isteni oldallal kezdjük, akkor azt kell megértenünk, hogy ő, mármint Isten, ezt a, ezt a, szeretetet ezt egyrészt kézzelfoghatóan bebizonyította, másrészt úgy bizonyította be, hogy nem kedvezett önmagának. Nem maga volt a fontos. Nem ő volt a fontos. Lejön a földre, és nem ő a főszereplő. Nem ő a főszereplő, hanem úgy munkálkodik, pedig tudjuk, hogy ő Isten volt, úgy munkálkodik, hogy mindig és mindig a bűnösök, a szegények, a betegek, a nyomorultak, az elesettek segítésére, megáldására volt. És ebben töltötte az életét. Nézzük meg akkor a gyorsan a filippi a, a levelet, hogy hogyan történt ez. Tehát mi az isteni oldal. És a Filipi 4 ha megyünk, akkor a következőt olvassuk. Bocsánat, kettő Filipi 2. Ne nézze ki ki a maga hasznát. Látod, itt is ne nézd a magad hasznát, nem ki ki a másikét. Most ezt átlépjük és megnézzük, hogy hogyan történik ez Isteni oldalról. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Milyen indulat volt benne? Nézzük meg. Mi, mi, hogyan viszonyult az Isten? Ez az indulat, ezt ugye a Károly, ez mindig azt gondoljuk, hogy ez indulat. Nem hogy milyen szellemiség, milyen lelkület, milyen hozzáállás volt ő benne, ami Aki, amikor Istennek formájában volt, itt, itt a, 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 kép más van a görögben. Tehát most valószínűleg nem fogok belemenni a szó, szavakba, mert nem lesz rá időm. Tehát a, a, kép, amikor az Istennek a, 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 Isteni mi voltában volt, nem tekintette zsákmánynak. Ez a, ez a, ez a zsákmány szó, ez a harpagos szó. Ugye ismerősen hangzik, hogy a harpagon Bejöttem. Tehát nem, nem volt zsákmány számára az, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem volt neki fontos azt bizonyítani, milyen, ilyen, a, a zsákmány az egy ilyen rablót valós. Nem kellett ezt neki bizonyítani, mert ő az volt. Ő akkor is az volt, amikor a kereszten függött. Ő, ahogy, a, ahogy a ritka ö, mutatta, a, a te gyereked az akkor is a gyereked, amikor bármilyen állapotban van, és ezért az Isten nem görcsösen ragaszkodott. Jézus nem görcsösen ragaszkodott az ő Isteni mi voltához. El. el tudta engedni, de nem akármiért engedte el, hanem érted és értem engedte el. És ezért azt mondja, hogy amikor nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, amiről megint elhangzott, az, hogy Isten fiának mondta magát, ez volt a kivégzésének a legutolsó és legvégsőbb, vagy legerőteljesebb leg Ö, ö, része, hogy azt mondta magáról, hogy ő az Isten fia. Azt mondta a főpap, nincs szükség több ö, kihallgatásra. Nincs szükség több tanúvalomásra. Ha valaki Isten fiának mondja magát, az egyenlővé teszi magát az Istennel. És ők azt gondolták, hogy ehhez nincs joga. De volt joga hozzá. És mondok neked, megerősítve az előttem szólókat, neked is van jogod hozzá és ha te Isten fiának mondod magad, akkor létrejön ez az egység, hogy az Isten benned van. Mert azért tudod annak mondani, hogy elhangzott. Tehát nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten el egyenlő, hanem mit csinált Jézus, ismeritek az igét, önmagát megüresítette, szolgai, rabszolgait, mondja a görög, rabszolga formát vett föl, hasonlóvá lett az emberhez. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor is megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Vagyis mit mond az igen, hogy Jézus Krisztus az emberért, az ember iránti szeretetből nem elpusztítja az embert, hanem kiüresíti magát. Drágáim, ez a család, amiben egyébként egy nagyon-nagyon kedves atmoszféra van. Nem lehet észrevenni, hogy ott egy ilyen fogyatékkal élő gyerek van, ha nem látod. Ennek a család ez kiüresítette magát. Teljes, totál kiüresítették magukat. Semmi de semmi nincs abból, nem keserűségből mondta, hogy, hogy életükben még ö, ö, a gyerek születése óta nem voltak közösen még egyet sétálni sem. Hanem úgy mondta, mint egy, egy olyat, hogy ez a szituáció, ez ezt igényi És én ezt megteszem, és a feleségem is megteszi. És az Isten is megtette az emberért. Hogy teljesen lemondott az Isteni mi voltáról. Teljesen lemondott, hogy neki joga lett volna. Teljesen lemondott arról, hogy más megoldást találjon. Hogy kiszolgáltasson minket, elpusztítson minket, hagyjon meg elpusztulni. Hát, ha nem ment meg Jézus, az emberiség elpusztította volna önmagát. De Jézus megmentette az embert. Tehát kiüresítette magát, és rabszolgánká vált. Rabszolgává vált az Isten azért, hogy megmentse az embert. Mindennek aláment, és mindenkinek aláment a názáreti Jézus. Hogy bemutassa, bebizonyítsa, hogy hihetővé váljék a számodra, hogy az Istennek annyira fontos voltál, és fontosak vagyunk, hogy mindent, de mindent megtett értünk. És sokszor elmondtam már, hogy az értékedet ez adja meg. Az adja meg, amit érted adtak, és Isten a legtöbbet és a legdrágábbat és a legfontosabbat adta érted. És ez Jézus Krisztusban volt. És Jézus nem jött kárhoztatni a világot. Nem azt mondta, hogy eljöttem és na majd akkor rendet rakok, hanem azt mondta, hogy nem kárhoztatni jöttem a világot, hanem üdvözíteni jöttem ezt a világot. És Jézusnak nem az volt a hite, hogy ő kisfiú ehhez, hogy ő ezt megcsinálja, hanem Jézusnak az volt a hite, hogy én ezt meg fogom csinálni az Atya segítségével. Véghez fogom vinni az Atya akaratát az emberen. Ez az ő hite, és ez a szeretetből fakadó hit, ahogy a Galáta Levél mondja, hogy a szeretet által munkálkodó hit, ez a legerősebb valóság, az a hit, ami a szeretetből jön, ami, az, ami mögött a szeretet motivál, ahogy az Isten szeretete motiválta Jézust, abba, hogy higgyen abba, és az atya is hitt a fiúban, és tudta, hogy végig fogja csinálni, pedig nagyon-nagyon nehéz, és kihívás volt ez az egész történet. És miért? A dankoros világért. Érted, meg értem? Mindent ott hagyott, mindenről lemondott. Nem volt az, hogy időnként fölment a mennybe egy kis ö, ö, wellness, wellness hétvégére? Hogy kicsit úgy fölszívja magát újra és visszajöjjön ebbe a, ebbe a poros, poros júdeai világba. Ott hagyta a mennyet. Ott hagyta azért, hogy lejöjjön és, és kiszeresse a világot a bűnnek és a halálnak a hatalmából. És megtette, profi módon megtette, annyira profin, hogy senki nem vett észre belőle semmit. Az ördög se. Mert megvan van írva, hogyha tudta volna, hogy ez van mögötte, akkor nem engedte volna, hogy megfeszítsék a dicsőség urán. Tehát értsd meg, hogyha a Sanyi megteszi, és a felesége a, a kisgyerekél az Isten is megteszte, te érted. És befejezett múltban, megtette. Vége, befejezte. és nézzétek, mi a folytatása, hogy Isten felmagasztalja őt, de még mindig Jézusnál tartunk, és majd mindjárt befejezésképpen rátérek. És felmagasztalt őt az Isten, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden év fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, földiek földieké, föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Itt a minden nyelv, drágáim, akár tetszik, akár nem, akár most, akár hitből, akár kényszerhatására, minden nyelv meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Le van írva. Tök mindegy, hogy milyen formába, meg fogja vallani. Mert mindenki egy pillanatban szembesülni fog vele, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt az Isten találtuk ki ezt a dolgot. És mivel Jézus hűséges volt a rabszolgaságában és a megalázásában, hogy megmentse minket, az Isten is hűséges volt, hogy egyszer mindenki, aki valaha ezen a földön élt, bármilyen formában hagyta el ezt a földi létet, egyszer ott fog állni, és le lesz borulva, ott lesz a Földön, az ateista is, az mindenféle, a keresztény is, és meg fogja vallani, hogy igen, Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És ez tök jó. Ez nagyon jó. Innentől kezdve megváltozik az ember. Fölmagasztalta őt, és adott neki egy olyan nevet, amely minden név fölött való név. És ezért Jézus nevérem hajol meg mindentért. És minden nyelv megvagy, hogy ő az Úr. És akkor azt mondja a 13. vers, és most rátérek a mi oldalunkra, hogy mert Isten az, aki munkája, ez az energia szó, Isten az, aki energizálja bennetek, azt mondja, Pál, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Tehát minden az Isten munkál. Az Isten munkál. És azért munkálja az Isten, mert az Isten tudja, hogy hogyan kell megoldani ezt a dolgot. Ez az édesanyja tudja, hogy hogyan kell leszívni a gyermek torkából a váladékot, hogy ne fújtsa meg. Hogyan kell megetetni? Azt mondták, hogy másfél millió forintba kerül az a babakocsi, amivel el tudják tolni egyik helyről a másikra. De a szobája az olyan, mint egy, mint egy műtő, vagy mint egy intenzív szoba. És az édesanyja tudja, hogy ennek a gyereknek mire van szüksége. És ez nekem annyira, annyira nagy lecke, és én mondtam is, hogy nem ők tanítottak engem, nem én tanítottam őket, hanem ők tanítottak, és ők prédikáltak nekem ezzel az életükkel. Tehát mind, mit mond a Biblia? Hogy mind az akarást, tehát az akaratot, a teléma egyébként, mind a véghez vitelt, azt az Isten munkája bennünk. Na most ez engem akkora örömmel és hálával tölt el, hogy Isten nem azt nézi, hogy hogy buktál el, miért buktál el, hol csináltad jól, hol csináltad rosszul, hol voltál elfogadható, hol voltál nem elfogadható, mondjuk a Biblia vagy az Isten mércéje szerint, hanem az Isten azt mondja, és figyeljétek meg ezt ezt az Isteni gondolkozást, hogy azt mondja az ige, hogy egyrészt Jézus azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Másrészt azt mondja, hogy ahol megnövekszik a bűn, azt már Pál mondja, ott túl árad a kegyenem. Vagy azt mondja ennek az asszonynak, aki eltörje az alabástrom edényét, és azt az olajat kiönti rá, drágáim, minden biblia kommentár elismeri bűnösnek, mondja a Biblia Lukács 7 -ben. ez egy prostituált volt. És nagy valószínűség szerint ebből szerezte azt a pénzt, amiből vette ezt az értékes drága olajat. Tehát mindennek mondhatjuk, csak tisztának nem. És ezt összetörés odaönti Jézus lábára, és a, a, ugye a könnyeivel mossa, és a hajával szárítja, és megkeni Jézus lábát ezzel az olajjal, és azt mondja, Jézus elmondja a példázatot a Simonnak, hogy Simon, ki szeret engem jobban, akinek sok bűnt bocsájtottak meg, vagy akinek keveset? Hát, akinek többet. Akkor menjünk el, mondja pálapostól, és akkor hogy nagy legyen a kegyelem, hogy sok bűnünk megbocsájtassék. Távol legyen, bolondok lennénk. De azt el kell ismernünk, és ez mindenkinek üzenet, nekem el, elsősorban, de neked is, minnyájunknak, hogy az Isten más mércével mér minket, mint ahogy mi mérjük egymást, sokszor magunkat. Az Isten úgy mér bennünket, hogy de minden normális családban, ahol van valami fogyatékkal élő gyermek, ott minden családba alárendelik, ha a családban marad ez a fogyatékkal élő gyermek, vannak rokonaink is, és ismerős körökben is ilyenek, alárendelik magukat annak, hogy ez a gyermek jól érezze magát, ez a gyerek felzárkosszon, ez a gyerek ne érezze magát lúzernak, ez a gyerek ne legyen az, aki, ö, ö, aki állandóan azzal küzd, hogy őt nem fogadják el. Vagyis minél jobban elesik valaki, annál több energiát teszünk bele, és segítjük abban, hogy ő föl tudjon állni. És aki áll, annak nem nincs erre szüksége, csak azt mondja a Biblia, hogy vigyázz, hogy ne gyeles, mert előfordul. Vagyis az Isten hogyan bánik velünk? Úgy, hogy a 99-et igazat ott hagyja azért az egyér. És elmegy, és hazahozza azt az egyet. Mert fontos, mert a családhoz tartozik. És ha ott kell hagyni a 99-et, akkor ott hagyja. ne nem elhagyja, hanem csak ott hagyja, hogy megtalálja és hazahozza azt az egyet. Ugye a Lukás 15-ben ismerjük. Tehát ez az Isten bánás mondja. És tudjátok, ez miért fontos? Mert te benned is az Isten van. Az Isten szelleme van, az Isten szeretete van. És ne gondold, hogy ez csak Jézusnak volt a szolgálata és a munkája. Ma ez a te szolgálatod és a te munkád. És nem nem nehéz, és amikor ö, felolvastuk, miért nem nehéz, mert Isten munkája ki benned az akarást és a véghezvitelt. Ráadásul azt mondja, hogy a jó kedvéből ez, a, ez az eudókia szó, ez a gyönyörűségéből. Tehát ő gyönyörködik abban, hogy hogyan munkálja ki benned azt, amiről, amit szeretné, hogy, hogy, hogy amivel, megteremtett, ami, ami a, 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 testben, amilyen tag vagy, a kisúj, vagy a láb, vagy bármi, hogy, hogy hogyan fogja kimunkálni, és mi nagyon sokszor, sokkal inkább ellene vagyunk, meg nem értjük, meg nem akarjuk, meg nehéz nekünk az ösztön ellen rugódoznunk, de az Isten kimunkálja, mert megígérte, nem kell elvetned magad, nem kell magadról rosszul gondolkoznod, nem szabad azt gondolnod, hogy azért, mert elrontottál valamit, akkor te már egy használhatatlan lúzer vagy. Hanem abban higgyél, amit az Isten mond, hogy ki fogja munkálni mind az akarást, mind a véghezvitelt. Ő, aki elkezdte a munkát, be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig. Ő nem fog tévedni, és nem tévedett. És akkor menjünk vissza, és mert tényleg csak egy mondat erejéig a Róma 15-höz. Tehát miért mondja az Isten igazságára, a bocsánat, 15, hogy miért mondja, hogy tartozunk mi erősek? Miért mondja, hogy tartozunk mi erősek? Mert erős vagy. Mert erős vagy. Mert ismered őt, és ő megmentett, és ezért meg tudod tenni, hogy az erőtlen erőt, erőtlenségét fogod tudni hordozni. És ezt azért tartom fontosnak elmondani. Mert ott évedünk a legtöbbet, hogy amikor magunkra nézünk, és a magunk hiányosságai, és a magunk erőtlenségei és gyengeségei, azok föl akarnak oldani bennünket abban, hogy a másoknak segítsünk, vagy a másokért éljünk, vagy hogy letegyük az életünket másokért. Nehogy Isten meghalljunk. Itt tudjátok, miről van szó? Itt azt mondja az erősekről, és akkor most tényleg, bocsánat, nem akarok csak, hogy befejezzem a tizennegyedik vers, hogy mert meg vagyok győződve, atyám fiai, mondja Pál, ti felőletek, figyeljetek, hogy teljesek vagytok, minden jósága betöltve, minden ismerettel képesek lévén egymást is nem inteni, építeni, segíteni. Tehát ki vagy? Ennek a, így kezdi, hogy erősek, tartozunk hordozni. De miért? Miért van nekünk ez az elvárás feléd? Mert benned van az. Benned van az a hatalom. Benned van a Szent szellemnek a szeretete. Az Isten szeretete a Szent Szelem által töltetett ki a szíved. Meg tudod tenni. Még egy gondolat. Ha az Isten azt mondja neked, hogy ezt te meg tudod tenni, akkor ne arra néz, hogy mi az akadálya benned, hanem fogadd el, hogy az Istennek van igaza. Az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és senkit nem kísért. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem vár el tőled olyat, amihez nem adta meg a képességet, hogy meg tud csinálni. Ha én a hat éves kisgyerek unokámtól, öt évestől azt várnám el, hogy nem tudom én milyen munkát megcsináljon. Azt várnám el, hogy vezessen autót. Azt várnám el tőle, hogy hogy feleljen meg kiváló módon, mint az áosztályosokat, ha hallottam, akkor őt frusztráltá tenném. És tudjátok, sajnos, döbbenet számomra, hogy nagyon-nagyon sok frusztrációnak a vége az öngyilkosság. És nem akarok most abba belemenni, hogy miért kell az embereket a szexuális hovatartozásuk miatt és egyéb dolgok miatt. Tudom, hogy ez most botrányos lesz, de majd gondold végig. Miért kell frusztrálni úgy, hogy öngyilkosságba meneküljön? Miért nem segítünk inkább nekik? Kívülről marha jó elmondani, hogy hogy kéne neki csinálni. És mondjuk el, oké, okay, rendben van, de segíts, állj mellé, karold föl, segíts, ne engedd el, vidd az úton. Mert egyébként, ha elmondod neki, amit a kisgyereknek elmondod, ha becsületes, ha lelkismeretes, akkor azt mondja, hát én így nem tudok élni. Így nem, így nem érdemes élni, én soha nem tudok megfelelni ennek az elvárásnak, amit az apám támaszt felém. És ezért mondja az ige, hogy ti apák, ne ingereljétek a gyerekeiteket, gondoljátok végig, erről abszolút nem akartam beszélni, csak én, ne ingereld a gyerekedet azzal, hogy olyan dolgok elé amiről tudod, hogy nem fog tudni megfelelni. Természetesen a tápláld őket a hozzáillő eledellel, az igaz, tehát a korának megfelelő feladatok azok fontosak, és a gyerekeknek ezt engedniük kell, és meg kell tenniük, mert ez nekik a javukra és az épülésükre van, mert a szülő jól tudja, hogy erre szükség van. De nem támasztasz felé olyan követelményt, amire eleve tudod, hogy nem fog megfelelni. Az Isten se ilyen. Nem, hogy az Isten se, az Isten abszolút nem ilyen. Az Isten nem mondta azt, hogy szeresd az ellenségedet, hogyha nem, tud, nem adta volna meg a képességet arra, hogy ezt meg tud tenni könnyebb likvidálni az ellenséget, könnyebb átkozni az ellenséget, akár Jézus nevébe is, hogy tudjuk, hogy szeretik csinálni némelyek. De nem ezt hozta Jézus. Jézus azt hozta, hogy szerest. Hogy szerest ki. Hogy élje át, tapasztalja meg. Ahogy a Laci is mondta, hogy, hogy ez az ember, ki tudja, lehet, hogy az öngyilkosság határán volt. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy na eddig bírtam, és nem tovább. És akkor oda küld valakit az Isten. Aki most nem az összegszerűség, hanem a tény, hogy odaküld valakit, aki olyan dolgokat mond neki, ami abban a helyzetben teljesen irreális. És ez ad neki tovább erőt az élethez. Értitek? És erre vagy te, és én ez, ezért vagyunk ebben a világban, hogy ezt képviseljük, és ezt megtegyük. És én hiszem, hogy ezt folytatni fogom. Azért fogom folytatni, mert Isten esély egyenlőséget ad minden embernek. És ha te már megkaptad azt az esélyt, hogy Isten fiának neveztet el, akkor higgy abban, hogy az Isten annak is meg fogja adni, aki még ezt nem tudja. Aki még nem élte át, aki még nem tudja, hogy ő mennyire fontos volt az atyának. Minden ember fontos volt. Ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az igazság üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez az Istennek az akarata, ez az Isten szándéka. És Isten meg fogja tenni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ma ennyi fér bele, de nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok a bizonyságotokért. Tényleg, Laci, Peti, nagyon köszönöm, hogy elmondtátok. És kérem a dics csapatot, hogy gyertek, legyetek szívesek. És dicsérjük az Ma ennyi fér bele, de én azt gondolom, hogy nem fogtok üres kézzel és üres szívvel elmenni. Én azt gondolom, hogy tényleg az Isten érintése a legfontosabb. Azért nem maradjatok itt, meg ki fognak dobni, de mondjuk a csepetire hivatkoztak, akkor lehet, hogy nem. De én azt hiszem, hogy tényleg az Isten annyira hűséges, annyira jó. Ő annyira nem. És, és tényleg hagyd legyen ez a vége, vége mondat, hogy, hogy az Isten nem szegregál senkit. Azt mondja, hogy ő alkotott minket, és nem magunk. Azt mondja, ismeri a formáltatásodat. Ez ennek a, a kisfiúnak is Isten ismeri a formáltatását, és elmondom nektek, csak azért, hogy fölcsigálszolak benneteket, hogy a történetnek ez a kisebbik fele. A nagyobb sluszpa azt majd elmondják a szülőknek nem akartam lelőni. Tehát az Isten, aki formált, ő tudja, hogy mire van szükséged. Ő tudja, hogy magányosnak érzed magad. Ő tudja, hogy, hogy, ha magadra nézel, és sokszor nézel magadra, hogy akkor elcsüggedsz magadtól. És ezért mondja az ige, hogy ne magadra néz, hanem arra, aki teremtett téged, a te teremtődre, aki ilyennek alkotott, és aki abban gyönyörködik, hogy, ahogy olvastam, hogy abban gyönyörködik, hogy hogy fogja az akarást is, és a véghezvitelt végigvinni az életedbe. Na, arra néz. Arra néz, és nem fogsz csalatkozni. Aki az urban bízik, soha, soha, soha nem fog csalatkozni az Istenbe. Az Isten hűséges, és az Isten jó. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm a te végére mehetetlen szeretetedet. Annyira hálás vagyok, hogy engem egy, egy, egy ilyen porszemet, és egy ilyen kis senkit olyan magas szintre emeltél, hogy egyenlővé tettél az Istennel és hogy Isten fiának neveztetünk, és nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de azt tudjuk, hogy Isten fiai vagyunk, és által mentünk a halálból az életben. Uram, annyira hálás vagyok, hogy a te szemszögedből nézhetjük az életünket. Hogy nem alul nézetből, hanem fölül nézetből láthatjuk azt, hogy a te jóságot, a te szereteted, az minden, de minden értelmet felül felülhalad. Uram, kérlek, hogy áld meg a bizonyságokat, és az ige hirdetést, és azokat, amik elhangoztak, hogy ez valódi életet adjon. És tudom, hogy ez így van. Teljes szívemből hiszem. Hogy ez az élet, ami te benned van, és ami kiárad, az megérinti a szíveket. És azt mondja az Úr neked, hogy ne félj. Ne félj, mert veled vagyok. Ne félj, mert nem ítéllek el. Ne félj, hanem bíz bennem, és tudd meg, ezt mondja neked az Úr. Tudd meg, hogy én azt a drága árat örömmel fizettem ki érted, mert fontos vagy a számomra. És higgy és bíz bennem, és meggyógyítalak és megszabadítalak, és Te hirdeted az én dicsőségemet, és minden, mindenki meg fogja látni az Úrnak a dicsőségét. Uram annyira jó, annyira jó hogy nem kell félnünk. Hogy egyszerűen megszűnt a félelem az életünkbe. A jövőtől, a holnaptól. Az étel, hogy mit eszünk, hogy mit iszunk, minden. Mert a tekezetben vagyunk. A te markaidban metszettél bennünket. És ezt teljesen elfogadjuk. Úgy elfogadjuk, mint a legalapvetőbb axiomát az életünkbe, hogy te egy gondviselő, hűséges, szerető apuka vagy, aki meg, bekapcsolod, ha be kell a gépet az életünkbe, megteszed azt, amit kell, és uram, és hisszük, hogy meggyógyítod ezt a balást, vagy bálintot, uram, imádkozunk ez a gyülekezet, hogy érints meg ezt a családot. És teljesen gyógyíts meg az ő hitüket, használd arra, hogy meggyógyítod ezt a kisfiút. És az a szeretet, ahogy ők szeretik, hogy ez, és életben tartja ezt a gyermeket, uram, legyen mindenki előtt nyilvánvalóvá, hogy te egy valódi Isten vagy, és teljesen száz százalékig gyógyítsd meg, és állítsd helyre ezt a kisgyermeket. Azért imádkozunk, és azt kérjük tőled, a Jézus nevében is. Uram, minden dicsőség, és minden hála tiéd legyen. Amen. Amen.